Szép jó napot kívánok minden kedves megjelennek. Igyekszünk pontosan kezdeni, mert elég rövid az időm. Remélem mindenki jól hall és jól lát mindent. Ha minden igaz, akkor elvileg a Bringa Barát vállalatok prezentációnkat láthatják a képernyőn. Tehát sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Kerékpáros Klub Bringáza munkába idei workshop sorozatának második székesfehérvári állomásán. Hogyha nem látszik, akkor egy pillanat türelmet kérek, igyekszem még egyszer megosztani. Igen. Tehát, akkor újra. Most talán az látszik, ami. Köszönöm szépen. Hát idei második workshop a Székesfehérvár és Fehér megyei cégek képviselőit hívtuk meg. Én Árva János vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub tagja, és velem van Halász Áron, a Magyar Kerékpáros Klub elnökhelyettese, valamint Horváth Krisztia, székesfehérvári területi szervezetünk oszlopos tagja és a Kerékpáros Klub mérnöke is. A workshop célja, hogy bemutassuk, milyen előnyei vannak a kerékpáros munkába járásnak, milyen előnyökkel jár, hogyha többen járnak jó hangulatban, fittebben a munkahelyükre, nem csak a munkavállalók, hanem a munkáltatók számára is. A gyakorlati példák és jó gyakorlatok bemutatását követően lesz alkalom kérdések és válaszok megvitatására, megbeszélésére. Ehhez arra kérnék mindenkit, hogy akinek menet közben akár fölmerül kérdése, azt tegye fel nyugodtan a Zoom chat ablakában, és igyekszünk az előadás végén megválaszolni azokat, de természetesen élő szóban is fel lehet ezeket majd tenni. Az előadást, mint hallhatták, rögzítjük, és online elérhetővé tesszük, tehát hogyha valakit zavar ez a dolog, akkor például kapcsolja ki a kameráját, vagy éppen ne, ahogy én se teszem természetesen. No, kerékpározni jó. Ezt azt gondolom, hogy mindenki tudja, elismeri, még talán azok is, akik soha nem ültek kerékpára, vagy akik szerint a kerékpár az csak sporteszköz, és közlekedni mondjuk veszélyes vele, elárom, hogy nem az. De mitől is jó kerékpározni? Ehhez arra kérném, hogy a chatablakban kollégáim által betett linkre klikkeljenek, nyissák meg ezt egy ablakban, és azt követően ne is csukják be. Próbálják meg egy szóval megfogalmazni, hogy önök számára mit jelent, mitől jó kerékpározni. Közben én mutatom a beérkezett eredményeket, hogyha minden igaz, akkor mindenki, aki beír egy-egy szót, képes. Ne a chat ablakba írják be, hanem ezen a mentiméteres linkben nagyon szuper jönnek szépen az eredmények. Kis bemelegítési reggelre, hogy ne csak figyeljenek, vagy hallgassanak, vagy lássanak, hanem írjanak is egy kicsit. Úgy látom, hogy a frissességet, azt nagyon sokan írták, kicsit más formában, valószínűleg korán van még, vagy most a tavaszi frissesség miatt jut sok embernek eszébe a kerékpározás kapcsán, hogy miért is jó. Természetesen a szabadság is megjelenik. Ugye egy szót lehet írni, aki végzett, annak attól azt kérném, hogy ezt az ablakot mondom, ne zárja be, térjen vissza a prezentációhoz, és elvileg a többiek válaszát is láthatja a saját magáé mellett. Még várok egy picit, az utolsó emberek is beírhassák. Látunk mozgás. Nagyon sokan ugye az egyén számára, tehát az adott a bringás számára pozitív vagy jó dolgokat írták, és nem sokan gondoltak arra, hogy ez mások számára is jó lehet. Ez nem feltétlenül baj, persze. Térjünk vissza tehát akkor a prezentációhoz. A következő percekben a kerékpározás előnyeivel három szinten fogunk foglalkozni, a társadalom, az egyén, és természetesen a legfontosabb talán a munkáltató számára milyen előnyökkel jár a kerékpározás. De előbb nézzük meg, hogy milyen helyzetben van a kerékpározás Magyarországon. Ehhez felkérném Halász Áront, hogy mutassa be, hogyan bringázunk Magyarországon. Áron, tiéd a szó.
Jó napot kívánok, és köszönöm a lehetőséget. Nagyon örülök, hogy ennyien itt vannak. Én Halász Áron vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettese és szóvivője. Nem sok adatunk van arról, hogy hogyan kerékpároznak Magyarországon az emberek, de ami van, azért az elég. Most ebből fogom bemutatni azt a kutatást, amit a Magyar Kerékpáros Klub készít, egy reprezentatív kutatást a Mediánál az Aktív Magyarország kormánybiztonság támogatásával. Ez 2018-ban és 2019-ben készítettük el. Ezen kívül vannak még helyi számlálások, vannak Budapesten sok helyen kerékpáros programszámlálók, és más városokban vannak időszakosan kirakott számlálók, illetve kézi forgalomszámlálásokat szoktak még készíteni. Akkor térjünk át az adatokra. Sokan nem tudják, de Magyarország a harmadik legkerékpárosabb ország Európában, Hollandia és Dánia után, és a többség egyébként nem is autóval közlekedik a mindennapokban. Nyilván úgy gondoljuk egyébként, hogy a közlekedésről beszélünk, az autókra szoktunk gondolni, de 60%-a a felnőtt lakosságnak nem így közlekedik elsősorban. Vajon miért gondoljuk azt, hogy mégis? Talán azért, mert sok helyet foglal, feltűnő. Visszaugrunk az előzőre, János? Igen, bocsánat. Köszönöm. És azért, mert lehet, hogy egy hangos, zajos közlekedési módról beszélünk. Közben ugyanakkor a lakosság, felnőtt lakosság 16%-a elsősorban kerékpárral közlekedik. Itt a tavalyi évben felvett kutatásban egyébként látszik majd a koronavírus hatása, kicsit megbillentek a szokásaink, több időt voltunk otthon, máshogyan közlekedtünk. Akkor mehetünk tovább. És még hogyha kihasználnak a kerékpározásban adott lehetőségeket, kicsit segítjük a kerékpározást, valószínűleg még többen fognak kerékpárra ülni. A felnőtt lakosság 63%-ának van saját biciklije, és további 12% számára elérhető. Mit jelent az, hogy elérhető? Lehet, hogy van a nyaralóban, ahonnan föl tudja hozni, lehet, hogy a szomszédtől kölcsön tudja kérni, lehet, hogy a nagymamájánál hagyta még gyerekkorában, és azóta nem vette elő, lehet, hogy van egy közbicikli állomás. 75% számára tehát elérhető az, hogy kerékpározzon Magyarországon, és érdekes, hogy egyre inkább többségbe kerülnek lassan, vagy hát legalábbis elbillen az arány az értékesebb kerékpárok irányába, ami a közlekedés biztonságban is biztos egy nagyon hasznos dolog lehet. És hogy itt nyilván majd jövőre elkészített kutatásnál fogjuk jobban látni, hogy mik a trendek. Tavaly évben eléggé fölborultak itt a korábbi szokásaink, több időt töltöttünk otthon, több időt töltöttünk a parkokban, szabad tereken, erdőkben kirándultak nagyon sokan, kevesebb időt töltöttek a munkahelyeken, reméljük, hogy ez nem azt jelenti, hogy kevesebbet dolgoztak, és kevesebbet utaztunk közösségi közlekedéssel, ugyanakkor nyilván a kereskedelmi vendéglátó helyeken is nem annyira voltunk jelen. Ezért aztán nagyon sok helyen csökkent is az autóforgalom, és növekedett a kerékpárforgalom. A kerékpárforgalom növekedése a vírushoz kapcsolódó lezárásokkal, ellátási láncbeli gondokkal ahhoz vezetett, hogy elfogytak a kerékpárok. Aki manapság szeretne egy új biciklit venni, lehet, hogy elég hosszú ideig kell rá várni. Nem biztos, hogy olyan hosszú ideig, mint régen egy Ladára a Merkurnál, de azért itt vannak nagy sorok a kerékpárszervizekben is. Hogy néznek ki a kerékpározási szokásaink régiós összehasonlításban? Ugye mondtam, hogy Magyarország Európa harmadik legkerékpárosabb országa, ezt főleg az alföldi és a kisalföldi régióknak köszönhetjük, nem csak a kis településeken, de nagyobb városokban, akár még megyeszékhelyeken is nagyon elterjedt a kerékpározás. Itt a Fejér megyében, a Fejér megye még ugye nincs a magyarországi élvonalban, főleg a délalföld az, amelyik a leginkább kerékpáros, talán Szeged és Hódmezővásárhely környéke azok a nagyobb városok, amik leginkább kerékpároznak. És mint mondtam, kevés adat van, de azért készítenek. A Magyar Közút ZRT nemrég tette közzé ezt a mérését, ami egy háromnapos kerékpáros forgalom mérés volt, és összehasonlították korábbi éveknek, az előző évnek az adataival, és mindenhol nagyon nagy emelkedést láttak a kerékpár forgalomban. Hogyha ezt megnézzük, hogy hétköznapokon, munkanapokon, hétvégén ilyen 17-től 30%-ig terjedtek ezek a növekedési arányok,
A Fejér megyei adat az a Velencei tó mellől van sajnos, úgyhogy nem Székesfehérváron készült, de ott is látszik, hogy egyre népszerűbb a kerékpározás, és hát a Velencei tónál kerékpározóknak egy jelentős része is valószínűleg Székesfehérvárról indult el. Itt viszont mi most főleg ugye nem a szabadidős kerékpározásról beszélünk, hanem a közlekedési célúról, a munkával járási kerékpározásról. És ebben a célban ugye nagyon előtérbe került, és talán meg is fog valamennyire maradni az embereknek a távolságtartás igénye. Hogyan kerüljük el a vírust? Kezet mosunk, maszkot hordunk és távolságot tartunk emberektől. Ezt meg lehet csinálni autóval is, de hát a közterületek azok ugye végesek, nagyon könnyen lehet forgalmi dugókba kerülni, és nehéz parkolóhelyet keresni, ez kerékpárral nincs meg, és talán egyre többen figyelnek oda az egészségükre, az immunrendszerük fenntartására, amihez az a napi 20 perc testmozgás, amit egy munkába tekerés biztosíthat, már megadja azt az alapot, ami szükséges. Nyilván a szabadidős lehetőségek szűkülése is segített kerékpárra ülni, de ez nem jelenti azt, hogy a szabadidős kerékpározók utána ne lehetnének hétköznapi kerékpározók. Nagyon sok ember utána már könnyebben tud váltani, hiszen van kerékpárja és tud is kerékpározni. Ugye van kerékpárja az embereknek, és nagyon sok helyen vezettek be olyan intézkedéseket, amik segítik a kerékpározást, és főleg a fővárosban lehetett azt tapasztalni, hogy a rendkívül forgalmas vasútvonalak, mint a metrók és hévek lezárásakor is sokan váltottak kerékpára, tehát egy-egy ilyen forgalmi zavar megoldást tud adni ahhoz, hogy emberek biciklire üljenek. És mint már említettem a belföldi turizmust, nagyon sokan nem külföldre utaztak el, és ebben a kerékpározás rendkívül jelentős szerepet játszott. A méréseink egyébként igazolják a feltételezéseket, nem csak a forgalomszámlálási adatok, tehát a reprezentatív közelmény kutatásban is látszott az, hogy a koronavírus elkerülése közrejátszik abban, hogy emberek kerékpárra üljenek. És amikor az emberek kerékpárra ülnek, arra nyilván bármilyen változás történik gyakorlatilag a társadalomban, arra a közbeszéd, a piac reagálni fog. Látszott a keresésekben az internetes piacokon is, hogy a kerékpár mennyire előtérbe került, és látszott az a kerékpároskhoz érkező érdeklődések számában, hogy mennyire nagy érdeklődés van a kerékpározás iránt, soha nem kaptunk annyi megkeresést még, mint tavaly. És az, ahogy látszik, ilyenkor reagálnak az egyéb piaci szereplők is, akik szeretnék mindig valamilyen trendi dologgal eladni a termékeiket, például az autógyártók. De hát mi az akadálya annak, hogy még többen kerékpárra üljenek, és kihasználják azokat a lehetőségeket, amik a lakossági nyitottságból fakadnak? Hát főleg az infrastruktúra hiánya. Nem biztos, hogy látszik ezen a diálek, kellett volna egy jobbat hoznom, de itt a kerékpározásra vonzó utaknak a hiánya, vagy az, ahogy az emberek gondolják a forgalmat, az, ami a leginkább visszatartó erő, és a másik fontos infrastruktúrális hiányosság ott van a első helyen holtversenyben a kerékpár tárolók hiánya, úgy lakossági, tehát lakóhelyi szinten, mint munkahelyi szinten, vagy mondjuk közösségi közlekedési átszállóhelyeken. De hogyha ezek a feltételek javulnak, akkor hogyha visszautalunk, visszagondolunk arra, hogy mennyi kerékpár van, nem is talán nem is lesz olyan meglepő, hogy milyen nagy mértékben tudnánk növelni a kerékpározás, kerékpáros forgalmat. A lakosság nagy része nyitott arra, hogy kerékpározzon. Van egy olyan szeretük, aki most a jelenlegi élethelyzetében nem tartja valószínűleg, hogy kerékpárra üljön, de egyébként el tudja képzelni magát biciklin, és van egy rendkívül nagy aránya a lakosságnak, akinek nagyon valószínű, hogyha javulnak a feltételek, akkor ő kerékpározzon. És ebben az az érdekes, hogy nincsenek ellentétek, vagy nincsenek különbségek gyakorlatilag a társadalmi csoportok, az életkor. A életkorban van egy kicsi, de a lakóhely szerint például férfiak és nők például egyaránt érdeklődnek a kerékpározás iránt, és ami érdekes, hogy bár vannak néha politikai viták, amik fellángolnak, de a politikai ellentétek sem gyűrűztek be a kerékpározás terén, ugyanannyira szeretnének az emberek biciklizni, mint bárki más, a szomszédjuk például. Köszönöm. Én köszönöm a figyelmet, és akkor átadnám a szót a következő képviselőnek. Köszönöm szépen. Most, hogy láttuk, hogy Magyarország hogyan bringázik, arra szeretném kérni Horváth Krisztát, hogy mutassa be, hogy Székesfehérvár hogyan bringázik. Köszönöm én is mindenkit. Horváth Kriszti vagyok, a Magyar Kerékpáros Klub mérnöke.
illetve a helyi területi szervezet, a Székesfehérvár területi szervezetnek az önkéntes mérnöke is egyben. És akkor igen, kicsit részletesebben Székesfehérvárról, hogy hogyan is bringázik. Röviden összefoglalva, előzetesen nehezen és nem eleget, de hangsúlyozni kell, hogy többet szeretne és többet is kellene. Kicsit messzebbről indítva elsőként az okokról. Fehérváriaként mindannyian tudjuk, hogy a közlekedés kérdése egy igen égető téma a város életében. Naponta tapasztaljuk a forgalmi dolgok okozta kellemetlenségeket, nehézségeket. Ennek alapja alapvetően a városszövet adta szűk kapacitás és a magas gépjármű szám. Szinte minden második fehérvári lakosra, beleszámítva a csecsemőket és az időseket is, jut egy darab gépjármű. És ugyanennyi, szinte Eger lakosságával, közel 50 ezer fővel megegyező ember ingázik a város agglomerációjából naponta, és sajnos nagy arányban ezeket az utakat egyéni gépjármű használatával teszik meg, és láthatjuk az eredményt. Továbbá összehasonlítva az országos átlaggal, kiemelkedő a fehérvári arányszám, és a trendet tekintve további növekedés várható az autók számát tekintve. Az önkormányzat a közelmúltban két közlekedés érintő fejlesztési dokumentációban is felmérte a lakosság véleményét, a kerékpáros közlekedés tekintve is. A fehérvári visszajelzések egyértelműek, a többség többet kerékpározna, ha több és számukra is megfelelő kerékpáros létesítményeket alakítanának ki, vagyis kerékpáros útvonalak, kerékpáros barát útvonalakat, felületeket és a kerékpártárolás biztosítását szeretnék. Mindemellett természetesen ezekben a stratégiákban a szakmai érvek is megjelentek, a kerékpáros fejlesztések létjogosultságát és szükségességét tekintve. Emellett fontos megjegyezni például, hogy Fehérvárra nézve a klímaadaptációs szempontokat is, ugyanis jelentős ipar és gazdasági erőcentrumként komoly széndioxid kibocsátással bír a város, és európai átlaggal megegyező a közlekedés okozta szennyezés, ugye ez a 20%-os arány. Szomorú tény a magas részarány mellett, hogy tovább rontja az egy lakosra jutó kibocsátást, a kiemelkedő, Szegeddel összevetve több mint háromszoros érték, ami nagyon komoly, összehasonlít a Szegedhez képest, szint több mint másfélszeresen lakják a települést, ugyanakkor egy főre vetítve jóval magasabb a szén-dioxid kibocsátás értéke. A lakossági igények és a szakmai érvek ismeretében alapvetően válaszokat adni és lehetőséget biztosítani három szereplő tud, illetve igyekszik részt venni ebben. Az első szereplőnek az önkormányzatot jelölné meg, mint a városi közlekedési infrastruktúra tulajdonosát és üzemeltetőit, mely rendelkezik kerékpáros hálózati tervvel a településen részére, és ez alapján történik a meglévő hálózat nem túl gyors, de korszerű fejlesztése és felújítása. Az idei évről vonatkozóan, illetve lehet, hogy a következő évre is átcsúszik a beruházás, a Móri útra, illetve a Király utcán tengelyre várható komolyabb beavatkozás, több kisebb fejlesztés mellett, illetve például a Proászka út fejlesztése is a közeljövőben meg fog valósulni, elsősorban az ábrán látható módokon, tehát kerékpársávok kialakításával. Második szereplőnek a Magyar Kerékpáros Klubot, mint szakmai civil szervezetet jelölném, és kiemelve a város életében 2014 óta aktív Székesfehérvár és térsége területi szervezetet. Szoros az együttműködésünk az önkormányzattal, közlekedésfejlesztési terveket véleményezünk, műszaki tanácsadást adunk továbbá, mi magunk is javaslatokkal élünk, és fejlesztéseket kezdeményezünk. A szemléletformálás legalább ennyire fontos a számunkra, hisz épülhet kerékpáros infrastruktúra, növekedhet a kerékpáros felületek száma, ha nincsen
szabályosan és bátran közlekedő kerékpáros, aki ezt használja. Ezért folyamatosan, természetesen a pandémiamentes időkben rendezvényeket, eseményeket szervezünk, vagy akár társszervezőként veszünk részt ilyen alkalmakon, és kiemelve igyekszünk edukálni, oktatni a lakosságot a szabályos és biztonságos kerékpáros közlekedéssel. Kerékpáros közlekedők részarányának növekedésében, illetve növelésében a harmadik szereplőnek pedig a munkáltatókat jelölném meg, akik különféle ösztönzőkkel tudják ezt elősegíteni, hogy növekedjen az utakon a kerékpározók részaránya. Erre láthatunk majd a későbbiekben néhány nagyon jó példát is. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen! Vegyes a kép, jól láthatjuk, hogy egyfelől pozitív és biztató jeleket láthatunk a kerékpárosok és a kerékpárutak növekvő számában, de ugyanakkor egy picit aggasztó, hogy a másik oldalról viszont továbbra is átlag feletti a gépjármű használat. És hogy ez miért is fontos, vagy milyen környezeti hatásokkal jár, ezt a legjobban talán a következő dia számszerűsíti, ami ugye a széndioxid kibocsátást mutatja meg utaskilométerenként a különböző közlekedési módok esetében, és jól látható, hogy személygépjárművel közel 13-szorosa a széndioxid kibocsátás a mondjuk egy kerékpároshoz képest, és ez csak a széndioxid, ehhez jönnek még hozzá a különböző nitrogénoxidok, porrészecskék, és ugye ez nekünk miért is fáj annyira, ezt talán a következő dián fogom megmutatni, de nézzük meg azt, hogy kerékpárosokként a Bringáz a munkába kampány során eddig több mint 10 millió kilométert tekertek le a résztvevők, és ezzel bőven 1 millió tonna feletti széndioxidot spóroltak meg a légkörnek és Magyarország lakosságának. És hogy ez mennyiben érinti önöket, a workshop résztvevőit, ezt talán úgy lehetne számszerűsíteni, hogyha mindenki most maga mellé néz az asztalra, és elképzel egy kötek 20 ezrest, mondjuk körülbelül olyan 30 darab 20 ezrest, szépen meglegyezgeti magát ezzel, elképzeli, hogy mennyi mindenre tudná ezt költeni, egy új kerékpára például, vagy nyaralásra, esetleg a családjára, szabadidős programokra, de ehelyett most inkább arra kérném önöket, hogy képzeletben lépjenek oda az ablakhoz, nyissák ki, és dobják ki ezt a kötek 20 ezrest, ugyanis éves szinten ennyi pénzt okoz, ennyi kiesést okoz az országnak a korai halálozás a légszennyezettségnek köszönhetően. Ellentétben ugye a kerékpárokkal, amelyek használata során minimális károsanyag kibocsátás történik, rövid távokon a leghatékonyabb és leggyorsabb közlekedési eszközöknek minősülnek, és kicsi a helyigényük is. Ráadásul, ahogy ezt Áron korábbi diáján is lehetett látni, a felnőtt lakosság háromnegyede rendelkezik kerékpárral. Ez azt jelenti, hogy társadalmilag egy nagyon mobilis dolog a kerékpározás, mindenki számára elérhető, a legszegényebb és a leggazdagabb rétegek számára egyaránt, függetlenül attól, hogy hol laknak, szerencsére legalábbis Magyarországon. Mondjuk egy összevetve egy személygépkocsival, vagy egy tömegközlekedési lehetőséggel. Kerékpározás társadalmi előnyeit még nagyon hosszan sorolhatnám, de idő szűkében lépjünk esetleg tovább a következő témára. Az egyén szempontjából, ugye önök is ezeket jelölték meg leginkább, hogy az egészségesség, a fitség mennyiben jellemzi a kerékpározást. Ez talán a legjobban, legpragmatikusabban egy angol kutatással tudom illusztrálni, ami az eddigi legátfogóbb kutatás volt. 2017-ben publikálták egy 260 ezer fős kutatást, ami több mint 5 évig tartott, és 5 évig követték a különböző közlekedési módokkal közlekedő embereknek a egészségi állapotát, és azt figyelték meg, hogy közel 50%-kal csökken a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek kialakulásának kockázata, illetve az ezekben történő elhalálozásoknak a lehetősége, a kockázata is. Emlékeztetőül ugye Magyarországon is ez a két betegség az elsődleges két halálok sajnos Magyarországon. Ismét arra kérném önöket, hogy egy picit próbáljanak meg aktivizálni magukat, és a chatben a kollégámat megkérném, hogy ismét másolja be ezt a linket,
És a következő kérdésre próbálja meg mindenki válaszolni, hogy vajon hány kilót fognak átlagosan a munkába járók, hogyha legalább 30 percet tekernek az első évük alatt. Tehát aki nem kerékpárral járt eddig a munkahelyére, átváltva kerékpárra, átlagosan hány kilogrammot fognak fogyni. Lehet tippelni, mindenki megadhatja a saját válaszát, és látja is rögtön, hogy helyes-e az a válasz vagy sem. Még egy pár másodpercet fogunk várni, hogy mindenki be tudja adni. Ne a csetablakba írják, hanem a mentiméteres linken próbálják meg megadni a tipjüket. 1, 3, 5 vagy 7 kilogramra tippelnek, egy angol kutatásról van szó, és mindjárt láthatják, hogy vajon hányan egész jól tippeltek, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy kiválóan tippeltek. Nem meglepő, vagy lehet, hogy meglepő, de 7 kilogrammot lehet akár fogyni, hogyha kerékpárral járunk munkába. És ugye ez miért fontos számunkra? Jó, hogyha tudjuk, hogy Európában a harmadik legelhízottabb ország Magyarország, és világviszonylatban is eléggé rosszul állunk. És azért ez a 7 kiló, amit célként ki lehet tűzni egy ilyen covidos, otthonülős, home office-os időszakban, az elég jó cél lehet. Továbbá sorolhatnám még rengeteget a javuló vitálkapacitás, a javuló pulzus és vérnyomás, a természetesen a csökkenő testsúly mellett rengeteg dologban hat még pozitívan a kerékpározás az egyén szempontjából, de lépjünk át arra talán, hogy a munkáltató számára miért jó, hogy ha kerékpárral járnak többen. Kezdjük talán azzal, hogy mitől jó egy munkahely. Ismét arra kérném önöket, hogy a mentis linkre visszatérve, mindjárt én is teszek arról, hogy ez legyen, megjelenjék, írják be, hogy önök számára mitől jó egy munkahely. Nem kell feltétlenül a kerékpározással kapcsolatosnak lenni ennek a jó fogalomnak, hanem úgy általában egy munkahely mitől válik jóvá. Kérem, írják be a tippjeiket, lehet egy picit gondolkodni, még én is várok, míg megjelennek az első tippek. Mitől jó tehát egy munkahely önök szerint? Na, az első tipp, jó légkör. Megjelentek a többiek is. Jó légkör és jó közösség, jó környezet, ezek hasonlóak. Ezek nagyon fontosak, és elég jó ráéreznek a tippelők egyébként arra, hogy az átlag magyar ember számára is ezek lesznek a legfontosabbak, de nem akarom lelőni előre a meglepetéseket. Jó sok tippet kaptunk. Építő kritika is, közösség, hobbi egyben, a munka, és ott van, hogy jól fizet. Nézzük, hogy ezekre a kritériumokra, vagy ezekre a jellemzőkre hat-e, és ha igen, akkor hogyan hat a kerékpározás. A munkavállalók leginkább azokon a helyeken teljesítenek a legjobban, ahol a munka és a magánélet egyensúlyát megtartva, inspiráló környezetben, jó hangulatban végezhetnek értelmes munkát. Jó stratégiával rendelkező cégek, önkormányzatok többek között az új dolgozókra célozva alakítják ki a stratégiájukat, hiszen rájuk építve tudják hosszú távon megtervezni a céljaikat és a bevételeiket adott esetben. De mint a dián látható, a hazai vállalatvezetők számára a munkaerőnek a megtalálása és persze megtartása a legnagyobb probléma. Hogyan segíthet ebben a bringa? Hát ma már nem elég innovatív termékekkel vagy jó kafetéria rendszerrel rendelkezni ahhoz, hogy vonzó legyen egy munkahely. Olyan munkahelyet kellene kialakítani, ami vonza a munkavállalót, jó hangulatot, annak érdekében a legjobbat hozzák ki magukból a munkavállalók. Röviden ezt nevezzük employer brandingnek, azaz munkáltatói márkaépítésnek.
Egy 2015-ös Randstad kutatás szerint azok a cégek, ahol őszinte és hiteles munkaadói hozzájárulásukkal, hozzáállásukkal boldogan tudják tartani a munkavállalóikat, 10%-kal kevesebbet költenek a bérköltségükre, sokkal kevesebb a fluktuációjuk, és egy pozíciónak a feltöltése is sokkal kevesebbe kerül számukra. Vagyis a kollégák boldogságán keresztül válhat sikeresebbé egy vállalat. Vagy nézzük esetleg a másik oldalról, a munkavállaló oldaláról. A munkavállalók 73%-a számára természetesen a bérezés a leghangsúlyosabb értékelési szempont. Ezt valaki írta is, hogy mitől jó egy munkahely, jó fizetés. Ezzel valószínűleg soha nem fogunk versenyezni, de ezt követi szorosan a kellemes munkahelyi légkör egy 2020-as Randstad felmérés szerint, és hogy ebben hogyan tud segíteni vajon a bringa és a kerékpárral munkába járás, ehhez egy kanadai felmérést tudok hozni, ahol egy IT cég munkavállalóit munkába érkezés után rögtön, tehát 45 percen belül meginterjúztatták, különböző közlekedési módokat használtak a munkavállalók, volt, aki kerékpárral járt, volt, aki autóval, és volt, aki tömegközlekedéssel, és meglepő vagy nem meglepő módon azoknak a stressz szintje volt a legalacsonyabb, akik kerékpárral jártak a munkába, vagy érkeztek a munkahelyükre, és mint tudjuk, a reggeli hangulatunk az alapvetően határozza meg a nap következő és további szakaszának a hangulatát, és ezzel alapvetően meghatározza az elvégzett munka minőségét is. Kerékpározás tehát egy nagyszerű employer branding eszköz lehet, miközben a munkahelyi hangulatra, a munka minőségére is pozitív hatással van, sőt, mint láthattuk, akár költségcsökkentést is okozhat. És még mindig nincs vége. A bringázásban az a legjobb, hogy egy cég legtöbb szegmensébe vagy programjába beilleszthető. Legyen szó csapatépítő programról, legyen szó CSR-ról, fenntartatósági jelentésekről. Ez nem egy trendi menedzsment irányzat. Tehát a CSR és a fenntarthatóság egy nagyon divatos szó, de én fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez nem egy trend, ez nem egy komolytalan marketing szöveg, hanem ez egy vonzó termék lehet, egy vonzó képet alakít ki, akár az önkormányzatról, vagy bármilyen cégről, aki fontosnak tartja azt, hogy fenntartható környezetben tudja továbbvinni a cégét és a munkáját. A környezetvédelem és a fenntarthatóság ráadásul egyre fontosabb a fiatal munkavállalók számára. Ezt ezen a dián láthatjuk, a PricewaterhouseCoopers 2019-es felmérésén próbáltam kékkel jelölni, hogy van, aki számára nem csak a csomagolás, meg az eldobható műanyagoknak a mellőzése fontos, hanem például a fenntartható közlekedési módok szempontja, vagy annak figyelembe vétele. 28% ebben a felmérésben azt mondta, hogy erre is igyekszik odafigyelni, és inkább sétál, gyalogol, vagy kerékpározik, ahelyett, hogy autóba ülne. Ez a magyar munkavállalók és a magyar átlagember számára is hasonló eredményekkel jár. Körülbelül 40% mondja egyébként Magyarországon azt, hogy fontos, hogy egy vállalatnak a terméke, vagy maga a vállalat az fenntartható módon működjön. A kerékpározás támogatását egyszerre tudja tehát egy cég környezetvédelmi beruházásként, vagy programként, sportolás támogatásaként, vagy a munkavállalók egészségért tett befektetésként elkönyvelni, miközben nem tűnik egy felszínes zöldítésnek, greenwashingnak az egész. A kerékpározás támogatása, a kerékpározás az nem greenwashing, az egy ténylegesen zöld dolog. De lépjünk tovább. Azt már tudjuk, hogy az egyén egészségére pozitív hatással van a kerékpározás, de hogy csapódik ez le a munkáltató oldalán? Egy-egy felmérések szerint kevesebbet betegek a munkavállalók. Egy felmérés szerint, amit itt belinkeltem a prezentációban, átlagosan 1,3 nappal kevesebbet betegek azok, akik kerékpárra járnak munkába. Hogy ez mit jelent, ez kis számnak tűnik, de hogyha mondjuk egy 100 fős céget képzelünk el, ahol mindenki kerékpárral jár, és összevesztjük egy versenytársával, mondjuk egy
autógyártó vagy egy autóforgalmazó cég, ahol kötelező mindenkinek autóval járni a munkahelyére, akkor átlagosan egy évben 130 beteg szabadsággal kevesebb jut a kerékpáros cégre. Azért ez, azt gondolom, hogy annál a kötek 20 000-esnél, amit képzeletben lobogtattunk az előadás elején, jóval több pénzbe kerül, bár nem vagyok HR-es, de azt gondolom, hogy a résztvevők között vannak ilyenek, akik ezt elég jól tudják számszerűsíteni. Ráadásul nem tudom, hogy elgondolkodtak-e azon, hogy honnan járnak a munkavállalóik, vagy akár a leendő munkavállalóik, honnan járnak dolgozni. Számít-e számukra, hogy az önök telephelye, irodája hol van, ahhoz képest, hogy hogyan laknak, vagy hol laknak. Ehhez a következő szlájdon azt mutatnám meg, hogy 10 perc alatt körülbelül mekkora távolság tehető meg gyalogosan és kerékpárral. Jól látható, hogy a lefedett terület kerékpárral szinte a 40-szerese, kb. 30-szorosa ahhoz képest, hogy ha gyalogolna az ember. Csak ezt pedig mutatom, hogy Székesfehérvár esetén hogyan is néz neki. Egy belvárosi irodából akár Kadocsáig vagy a Sóstóig is el lehet menni. Egy picit tempósabb vagy sportosabb ringás pedig akár tényleg a Videótongyárig vagy a Sóstói Ipari Centrumig is el tud menni a belvárosból. 10 perc alatt. Ekkora lefedést jelent a kerékpárral közlekedés, és ugye azt láthattuk Kriszti előadásában, hogy sok esetben nagy valószínűsége Székesfehérváron is gyorsabban beír az ember kerékpárral, mint hogyha ezt autóval tenni. Végül, de nem utolsó sorban, nézzük meg azt, hogy milyen anyagi előnyökkel, milyen költségperi vonzattal járhat az a munkavállaló számára, hogyha kerékpározást szeretné támogatni. Sajnos Magyarországon jelen pillanatban még nincsen állami szintű támogatás a kerékpárral munkába járásra. Vannak szerencsére pont idei hír, tavaszi hír, hogy egyes vállalatok elkezdték saját szakára támogatni a munkába járást, viszont mégis ezen a dián megpróbáltuk összefoglalni önök számára, hogy milyen módon lehet kerékpárokat juttatni. Én most nem látom sajnos a diámat, de remélem a többiek látják. Egy megerősítést kérnék szépen hangüzenet formájában valamelyik kollégámtól, hogyha lehet. Hogy egy nagy feketességet lehet látni. Akkor ugyanazt látjátok, mint én. Ezen próbálunk akkor úgy segíteni, hogy... Bocsánat. No, ezt a kis intermezzót leszámítva, tehát akkor itt ezt a szlájdot nem bírta már vagy a Google, vagy a Prezi, túl sok volt benne talán a szám. Ugye a prezentáció elérhető lesz majd egy kiküldött e-mail formájában is, illetve az interneten, YouTube-on videó formájában. Nem kell megjegyezni ezeket, hogy most béren kívüli juttatásként vagy költségként azon belül is levonható áfával, vagy nem levonható áfával lehet elkönyvelni. Aki könyvelő, az ezeket érteni fogja jobban. Minden esetre vannak lehetőségek arra, hogy kerékpárt szerezzenek be a cégek. És én ezzel egyébként lassan átadnám a szót a meghívott vendégeinknek, ugyanis workshopnak megfelelően szeretnénk egy picit jobban bevonni a résztvevőket, és meghívtunk az előadásra néhány céget, illetve képviselőket, hogy mutassák be, hogy milyen kerékpáros fejlesztéseik vannak Székesfehérváron. Először a Denso Manufacturing Hungary képviselőjét szeretném felkérni, hogy mutassa be néhány mondatban az eddigi fejlesztéseket, a cég bringás eredményeit. Remélem, hogy itt vannak. Én a Denso képviselő, Jaszti Gábor vagyok. Üdvözlök minden megjelentet. Hát igazából úgy volt, hogy 2016 előtt a Sóstói Ipari Parkban már igazán volt kerékpáros barát az úthálózat, és így a Denso kerékpáros klubbal együtt lobbizott azért, hogy egy közel 2 kilométeres kerékpár megépüljön a céghez, és így elérhetővé vált a városközpont felül a cég telephelye kerékpárral. És hogy megnövekedett a kerékpárforgalom, az így még arra sarkalta a céget, vagy a Denso-t, hogy a kerékpáros... Kérdezik, hogy rosszul vagy magaszkodott.
Most már hallható rendben. Tehát, hogy megnövekedett a kerékpáros forgalom, így a infrastruktúrába is fejlesztett a DANZÓ. Egyrészt a kerékpáros átvezetések jelölését erősítette, meg tartósabbá tette, akkor mi az forgalomtechnikai tükröket is fejezett ki a cég a parkolóbejárókhoz. A megnövekedett kerékpáros forgalom arra sarkalt a DANZÓ-t, hogy fejleszte a gyalogkerékpárutat érintő infrastruktúrális elemeket, így a átvezetések tartósabbá váltak, hogy a festés helyett diakorol térkör lett alkalmazva, illetve a parkoló ki- és bejáratoknál forgalom technikai tükrök kerültek ki, valamint a cég bejáratánál a gyalogosokkal közösen használt felületek is jelölésre kerültek, és 100 állásos zárt fedett kerékpártároló létesült kártyás beléptető rendszerrel, kamerás térfigyelő rendszerrel, öltöző zuhanyzó minden munkával elérhető, általában ezt szokott lenni egy visszatartó erő, de itt már ez is elárult, illetve a cég, a DANZÓ, a belső csatornájú, most már évek óta népszerűsíti a Bringáz a munkába kampányt a cég munkavállalói felé. Köszönöm szépen, és elnézést a technikai malőrért. Nagyon jó volt ennyi képen látni az apróságokat, amik apróságnak tűnnek, de biztonságosabbá és kényelmesebbé teszik a kerékpárral a munkába járást. Nézzük meg egy következő céget, szeretném felkérni a Videóton Holding ZRT PR és marketing vezetőjét, Audrey Annát, hogy röviden mutassa be a cég bringás eredményeit. Jó napot kívánok, nem tudom, hallanak? Igen, nagyon jól. Oké, esetleg nem tudom, hogy videót is. Na, mindegy. Igen, hát a Videóton, mint az egyik legnagyobb fehérvári munkáltató, mindig is elkötelezett volt a bringázás mellett. Egyébként pont tudom, mert egy más felmérés kapcsán felmértük, körülbelül olyan 7% a dolgozóinknak Fehérváron biciklivel jár dolgozni. Úgyhogy ez egy elég nagy arány. Nyilván ennek a biciklizésnek az ilyen hard feltételeit meg kell teremteni cégen belül, mint például a biciklitározók, mi is természetesen rendelkezünk vele, a fehérvári telephelyen és a vidéki telephelyeinken is. Nagyon népszerűek ezek a tározók, különösen az Alföldön egyébként, ahol vannak tagvállalataink, ahol valóban sokkal többen járnak biciklivel, tehát ezt mi is tapasztaljuk. Nyilván a zuhanyzási lehetőségek, főleg azoknak, akik ugye itt a Berény úton föltekernek a Videótonig, azoknak esetleg előfordulhat, hogy szükségük van rá, úgyhogy ezeket is a cég természetesen biztosítja. A másik, amiben mi nagyon hiszünk, a különböző ilyen népszerűsítő programok, mint például a családi napjainkon, hát amikor ugye lehetett még tartani családi napokat, remélem a jövőben is fogunk tudni, ott mindig voltak például bringa versenyek, amik nagyon népszerűek voltak. Oda általában dolgozók hozták a saját bicikliüket, egy ilyen rövidebb szakaszon versenyeztettük őket, különböző nyereményekért játszottak. És emellett minden évben, amikor megrendezésre került, akkor mi részt vettünk a Bringáz a munkában kampányban, nagyon népszerű volt a cég, vagy a tagvállalatainknál. Egyébként 2019. szeptemberében másodikak lettünk az országos versenyen, tehát ebből is látszik, hogy a videótonosok azért jól beletekerték magukat ebbe. Ugye 2020-ban sajnos elmaradt a kampány, vagy hát elmaradt a verseny, de mi nem akartuk ezt kihagyni, ezt a lehetőséget, úgyhogy meghirdettük a saját házi versenyünket a tagvállalataink között. Ugyanúgy 2 hétig tartott, ugyanaz volt a végül is a mondani valója, hogy minél többen használják a bicikliüket, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy 23 ezer kilométert tekertek össze a kollégák. Körülbelül egy 100 fő vett részt egyébként ebben a versenyben, különböző tárgynyereményekért, és tényleg nagyon, nagyon népszerű volt. Ahogy mint látszik a képeken is, itt az alsó képen, hogy ugye szerveztek maguknak a tagvállalatainkon belül közös bringázást, tehát elmentek a Velencei tó körül, vagy a Balaton körül tekerni. Úgyhogy azt gondolom, a csapatépítésnek is, és minden tekintetben, meg hát nyilván a sport népszerűsítésére is, ezek nagyon jó alkalmak. Úgyhogy ránk ilyen szempontból számíthat a város, mi pedig számítanánk a város segítségére a továbbiakban is.
itt a Berényi úton van egy nagyon rövid szakasz, ahol nincsen még bicikliút, és ez egy elég kritikus része a munkába járásnak, hiszen ez egy pont egy nagyon forgalmas szakasz, úgyhogy mi nagyon örülnénk, ha a fejlesztések ebbe az irányba is vezetnének. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Nagyon szépen köszönöm, és nagyon jó volt látni, hogy ilyen önjáró egy cég, és hogyha nincs, ha egy nem megy Mohamedhez, akkor ők mennek és szerveznek maguknak egy saját bringázza munkába kampányt, és nem is akármilyen eredménnyel. Végezetül, végül, de nem utolsó sorban szeretném felkérni Székesfehérvár városgondnokságának humán erőgazdálkodási munkatársát és a városgondnoksága ESE elnökét, Kelemenné Novák Kibolyát, hogy foglalja össze a bringás eredményeiket. Igen, köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit. Amiről én szeretnék beszélni itt nálunk, ugye egy 560 fős cégről beszélünk, számos nagyobb telephelyen rendelkezünk, a nagyobb telephelyeken rendelkezünk bringatámaszokkal. Ebből az egyik telephelyünkön, a központi telephelyen egy fedett biciklitárolóval, ami a képen is látszik, valamint a mostani képen látszik egy kompresszor, egy pumpa, egy bicikli pumpa is található ezen a telephelyen, ami kimondottan a bringatámaszok mellett szolgálja a munkavállalóknak a kerékpárral történő munkába járásnál esetlegesen a biciklik felfújását. Számos telephelyünkön ugye munkából adódóan is tudjuk ezt biztosítani, tehát nem kellett külön elhelyezni ilyen pumpákat. Ezt tetézve úgymond még 2013 óta van egy megállapodásunk az egyik fehérvári biciklis szaküzletten, aminek értelmében a kerékpárüzletben 15%-os kedvezményt kapunk bicikli vásárlásra és alkatrészek beszerzésére, és további 30% kedvezményt az egyes szervizdíjakra. Ezt számos munkavállalónk ki is tudja használni. Azért vannak olyanok, akik otthon barkácsolnak, de vannak, akik inkább ezt egy szakemberre bízzák. Rendszeresen keresnek fel a munkavállalók, hogy éle még ez a megállapodásunk, és ténylegesen ki is tudják ezt használni. Ezen felül van egy sportegyesületünk, ez a Városgondnoksága SE, aminek keretében a munkavállalókat a rendszeres mozgás és a különböző sporteseményeken való részvételben is támogatjuk. A havi támogatások azok inkább az egyéni sportokra vonatkoznak, arra használják ki a munkavállalók, viszont a különböző bringás versenyeken is akár 100%-ban támogatjuk a nevezésüket. Ami nyilván nem a munkába járás, de azért a szabadidős mozgás terén is azt gondolom, hogy fontos, hogy használjuk a biciklit. És ami még egy kicsit így hozzánk kapcsolódhat, és szeretném megemlíteni, ugye a kollégájuk már említette, hogy az 1000 kerékpártámasz program itt Székesfehérváron elindult, ebből az első ütem már le is zajlott, és ennek keretében 468 darab kerékpártámaszt helyeztünk ki városszerte, és hát várjuk a következő ütemet, és hogy mikor helyezhetjük ki a fennmaradó kerékpártámaszokat. Köszönöm szépen a figyelmet! Én is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az eddigi figyelmet és a bemutatókat. Akik esetleg kedvet kaptak a résztvevők közül ahhoz, hogy egyiket vagy másikat, vagy esetleg más dolgokat megvalósítsanak, azokon próbálok segíteni a következő utolsó etapjában ennek a workshopnak. Egy picit kezdünk kicsúszni az időből, ezért próbálom rövidre és velősre fogni a dolgokat. 5 lépésben, vagy 5 tanácsot szeretnék megfogalmazni azoknak a cégeknek a számára, akik szeretnének valamilyen bringás fejlesztést elindítani a jövőben. Első és legfontosabb, hogy beszéljenek róla. A nyilvánosságban történő megjelenés, illetve a belső csatornákon, ahogy egy korábbi előadalom is már mesélt róla, nagyon fontos. Az, hogy a kerékpározás népszerűsítése, a kerékpáros sportesemények, rendezvények megjelenhessenek plakátokon, hirdetésekben akár. Szintén fontos lehet a céges részvétel
bingás eseményeken. Ugye a városgondnoksága ese is támogatja a részvételt, de céges szinten meg lehet jelenni felvonulásokon, versenyeken is. Támogatni is lehet ezeket az eseményeket természetesen, akár saját bringás reggeli szervezésével. Ezeken a képeken most, bocsánat, hop-hop, ezeken a képeken korábbi székesfehérvári bringás reggelik és uzsonnák képeit láthatják. Következő tanácsunk, hogy könnyítsük meg a kerékpáros munkába járást, a munkába érkezést, kezdve attól, hogy bringás útvonaljavaslatokat adunk a kollégák számára, vagy egy tapasztaltabb kerékpáros mondjuk kísérheti az éppen kezdő kerékpárost a munkahelyre. Azon át, hogy az irodába érkezéskor például zárt, fedett vagy jó minőségű kerékpártámasz fogadja az érkezőket, esetleg zuhanyzó, és akár kerékpárt is be lehet szerezni. Ugye említettem már, milyen könyvelői oldalról, milyen lehetőségek vannak kerékpár beszerzésére. Itt pedig ugye általában foglaltam össze, hogy léteznek ugye céges kerékpárflották, akár elektromos kerékpárflottákat is lehet venni, ezeket lehet bérelni, vagy leasingelni is, vagy lehet harmadik megoldásként a munkavállalók saját kerékpárjainak a megvásárlását is támogatni. Egy nagyon fontos eleme, és ezért is jöttünk össze ennyien, a lobby tevékenység a Magyar Kerékpáros Klubban, a székesfehérvári területi szervezettel együtt, akár lehet például a Berényi útra lobbizni egy kerékpár útért az önkormányzatnál, hogyha az önkormányzat vagy a város üzemeltetői azt látják, hogy egy ipari park közelében több ezer munkavállaló szeretne kerékpáros infrastruktúrát, akkor nagy valószínűséggel priorizálni fogják ezt a tervet a többi tervhez képest is. A támogatás mellett fontos tudni az, hogy a kerékpározás, a motiváció például, az nem kerül pénzbe. Nem kell arra gondolni, hogy több százezres költségbe veri magát egy cég, hogyha kerékpártámaszokat szeretne. Rengeteg ingyenes megoldás is létezik. Ugye a plakátok kihelyezése is tényleg filléres költség egy cég számára, de vannak ingyenes rendezvények, a Critical Mass szokott lenni Székesfehérváron, most a Covid alatt annyira nem, de remélhetőleg a jövőben lesznek még ilyen felvonulások. Kerékpártámaszok esetében, hogyha számszerűsíteni szeretnénk, egy darab jó kerékpártámasz, amit itt a kép zöld elkarikázott képein, tehát a diának a zöld elkarikázott részein láthatnak, ez a P betűs, vagy a rendes támasz, akár fedett támaszok esetében. Egy átlag kerékpártámasz körülbelül 15 000 forint plusz áfa, beszereléssel együtt egy 5 állásos kerékpártámasz, ami 10 kolléga tud biztonságosan parkolni, körülbelül 150 000 forintos beruházást, egyszeri beruházást jelent a cég számára. Akár évtizedekig működik egy ilyen kerékpártámasz, tehát nem olyan óriási költségeken kell gondolkodni. A bringás ajándékok, játékok, nyeremények, versenyek szervezése sem egy óriási tétel, de lehet akár bebiciklizéseket is rendelni, vagy beszélni, szervezni a kerékpáros klub székesfehérvári önkénteseivel is. Nagyon fontos természetesen a példamutatás, a személyes példamutatás nem csak a munkavállalók felé, hanem más cégek felé, az önkormányzatok, vagy akár az ügyfelek felé. A kerékpár és a fenntarthatóság egy nagyon jól mutatható dolog. Minél többen kerékpároznak egy célnél, annál feltűnőbb lesz. A kerékpáros klub lobby tevékenység mellett lehet támogatni például a kerékpáros kisokos kiadásával. Ezen a képen egy budapesti önkormányzat által támogatott kerékpáros klub nyomtatott verzióját tartja valaki a kezében. Ugye saját logózott dolog az első, vagy a belső két oldala lehet akár például egy cég telephelyének környezete, térképesen animálva, hasznos tudnivalók esetleg a cég sportnapjairól, és így tovább. És ami nem maradhat ki, itt vagyunk és segítünk, hogyha bármilyen kérdés merül föl, szakmai, műszaki, kommunikációs segítséget tud nyújtani a Magyar Kerékpáros Klub. Igyekszik összehozni az önkormányzati és civil szervezeteket a cégekkel, konzultációkat vállalunk, terveket véleményezünk, hogyha valakinek esetleg egy teljesen kiforratlan ötlete van, hogy szeretne mondjuk kerékpártámaszokat, akkor lehet minket elérni telefonon vagy e-mailben, és nagyon szívesen állunk rendelkezésre ahhoz, hogy megfelelő minőségű és használható dolgok jöhessenek létre. Ugye annál rosszabb nincs szerintem, mint amikor egy cég nagyon pozitívan igyekszik valami jót bevezetni, és igazából
a minősége vagy a szakmai szempontból nem annyira használható, és gyakorlatilag kevesen fogják azt használni. Tehát ennél akkor már sokkal jobb, hogyha előzetesen megkérdeznek minket, javaslatokat fogunk mi is tenni. A kerékpáros klub kisokos, amit már említettem, egyébként az interneten is elérhető, és ebből hasznos tanácsokat tudnak, segítséget ingyen és bármikor elérhető tanácsokat tudnak letölteni, akár a saját céges levelezésük számára. Az előadás vagy a workshopnak a törzsanyaga az nagyjából ezzel le is zárult, és most jönnének tehát a kérdések és válaszok ideje. Ehhez megnézem én is, hogy a chatben milyen kérdések vannak, de akiben fölmerül egy kérdés vagy egy hozzászólás, azt nagyon szívesen várjuk. Itt az önkormányzatot is többen megszólították, ha jól tudom, vannak képviselőik, lehet akár már válaszolni egy-egy elhangzott felvetése vagy kérdése, de így igyekszünk mi is a chatben olvasható kérdéseket megválaszolni. Tehát szabad a pálya, nyugodtan mindenki kérdezhet. Köszönöm szépen a figyelmet, majd még elköszönünk természetesen. Remélem nem elaludtak a résztvevők, vagy itt ez a technikai gigszer miatt lecsatlakoztak. Korábban jöttek egyébként kérdések még a workshop előtt. Ezekből próbálunk majd esetleg szemezgetni. Volt egy ilyen kérdés például, hogy a munkába járás során a MÁV ad-e kedvezményt a kerékpár szállításához. Hát kifejezetten a munkába járáshoz én úgy tudom, hogy nincs még külön programjuk, de természetesen a kerékpár szállítása például Magyar Kerékpáros Klub tagsággal kedvezménnyel vehet igénybe. Hogyha valaki kerékpáros klub tag, akkor ha jól tudom, talán 25% kedvezményt kap a MÁV-on a bringa tárolásra, és a bringa szállításra, elnézést. Van egy másik kérdés. Előzetesen valaki azt kérdezte, hogy vannak-e lehetőségek, pályázati lehetőségek például az önkormányzatnál kerékpár támaszok vagy fedett kerékpár tárolók építésére. Nem tudom, hogy az önkormányzattól van-e valaki, aki ebben tud nekünk segíteni, majd megválaszolni. Hogyha éppen nincs, akkor ennek megpróbálunk természetesen utána nézni mi is, de nagyon jó lenne, hogyha erre tudna valaki adni egy gyors választ, hogy van erre lehetőség Székesfehérváron vagy Fehér megyében. Nincsen. Sajnos közben kiszállt a polgármesteri, az alpolgármester úr, de csetem van egy kérdés, hogy nem tudom, bár, hogy János. Igen, van egy olyan kérdés, hogy ha megvásárolunk egy, ha erre gondolsz, vagy erre gondol, hogy ha megvásárolunk egy kerékpártárolót, lehet-e a Székesfehérvár városgondnokságot a felszerelésre felkérni? Első körben, bocsánat, akkor ezt így segítenék a megválaszolásban. Első körben azt gondolom, hogy ilyen külső megbízásokat nem szoktunk teljesíteni, de mindenféleképpen megkérdezném az adott egységünknek a vezetőjét, hogy vállalnak-e ilyen megbízásokat, és akkor én, hogyha az megfelel, akkor János, én önnek visszajeleznék ezzel kapcsolatban, és akkor a hölgynek pedig akkor ön tudja ezt továbbítani. Nagyon jó, köszönöm szépen. Arra viszont akkor lehet, hogy van lehetőség, ha jól sejtem, hogy ugye van ez az 1000 kerékpár támasz program, hogy ennek a tervezett helyszínei nagyjából elérhetőek, vagy hogyha egy adott cég mondjuk tervezi, hogy felszerel kerékpár támaszt a közelében, akkor esetleg, hogyha a városgondnokságát megkérdezi, hogy ott a környezetükben terveznek-e ilyen állomást, akkor kaphat erre választ?
Persze, természetesen. Ha már megvannak ugye a helyszínek, most nem akarom, tehát hogy nem ismerem magát a programot így részleteiben, mert egy teljesen másik egységnél dolgozom így cégen belül, de ha már le vannak egyeztetve a következő helyszínek, akkor már tudunk ilyen információval szolgálni. Én azt gondolom, hogy ezek ugye most jelenleg úgy lettek kihelyezve, hogy akár önkormányzattal, akár a kerékpáros klubbal is egyeztették ezeket a helyszíneket, hogy mik azok a helyszínek, ahol jobban igénybe tudják ezt venni a fehérvári lakosok, de mindenféleképpen megkérdezem, hogy van-e lehetőség ilyenre, és ha nincsen, akkor pedig a hölgytől várjuk, hogy akkor hova szeretnék ezt kihelyeztetni, és akkor ennek függvényében megnézzük, hogy a tervekben mi szerepel. Köszönöm szépen. Szerintem ez segítség volt. Egyébként én úgy tudom, hogy azok a cégek, akik forgalmaznak ilyen kerékpár támaszokat, ők vállalnak kihelyezést is. Tehát, hogy az is megoldható, hogy kihelyezéssel együtt vásárolja meg valaki ezeket a támaszokat. Ilyen közben a chatben írta Ulica Henriett, hogy a Barátságháza környékére terveznének. Akkor összekötjük önöket, és tényleg. Úgy tudom, Pácsa Laci vagyok, úgy tudom, hogy a Barátságházához van terv, de pontosan nem tudom, hogy melyik. Elől a buszmegállónál, ott már létesültek is. Gondolom, Henriett inkább hátra gondolja, a hátsó bejárat környékére? Jó napot kívánok, igen, Ulica Henriett vagyok. A Barátságházában a Fejér megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyi Intézmények a főigazgató helyetteseként ülök itt. Nem tudom, hallanak? Igen, nagyon jól, köszönjük. Mi egy nagy intézmény vagyunk, egyébként megyei intézmény, nyilván itt most a székesfehérvári tagintézményünk és a székhelyi intézményünk lehet érintett. Valóban van a buszmegállónál egy kerékpártároló, de az nagyon kicsin kapacitású. És itt a Barátságházában ugye nem csak minket érintene, mert itt működik mozi, működik könyvtár, tehát én gondolom, hogy a munkahelyen kívül is lehetnének olyanok, akik ezt a kerékpártárolót akár csak időszakosan is igénybe vennék, de nyilván a mi munkavállalóink is szívesen járnának kerékpárral, én magam is ingázó vagyok, úgyhogy én is szívesen venném igénybe. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük a hozzászólást és a kérdést. Akkor remélhetőleg a Városgondnokság feljegyezte ezt a kérdést vagy opciót. Igen, igen. Szuper, nagyon szépen köszönöm. Illetve mi is a helyi területi szervezet is mindenki feljegyezte a helyszín javaslatot, és mi is továbbítjuk mindenki. Jó, van-e még kérdés vagy hozzászólás? Maradt-e valakiben még valami? Hogyha nem, akkor utólagosan is föl lehet tenni, el lehet érni a Magyar Kerékpáros Klubot is természetesen e-mailben vagy telefonon. Én nagyon remélem, hogy sikerült meggyőzni mindenkit arról, hogy a bringával, munkába járás az nem egy jövőbeli cél, hanem egy jelenbeli sikernek az áloga, és hogy a vállalatok számára is kifizetődő, hogyha többen járnak kerékpárral egészségesen, fitten és jó hangulatban munkába, azaz mindenki inkább bringázik. Legyenek az előfutárai a bekövetkező változásoknak, járjanak élen a bringás fejlesztésekkel, hogy sikeresebb lehessen a vállalatuk. Én ezt kívánom minden résztvevőnek, nagyon köszönöm a résztvételt, és további szép napot kívánok mindenkinek. Viszontlátásra, viszonthallásra. Köszönjük a részvételt!